Az ökoturisztikai központ jelenlegi állás szerint augusztus 30-ára elkészül. Az épület csak nem teljesen felépült, most olyan garanciális és hibajavítási munkákat végeznek, melyeket a műszaki átadás során feltártak a szakemberek. Az, hogy elkészül ez a kajakháznak maga az épülete, természetesen nem fogja jelenteni azt, hogy hurrá végeztünk a projekttel, hiszen a ház csak akkor fog használatba vételi engedélyt kapni, amikor a hozzátartozó parkolók is elkészülnek. Na most ez a 28 darab parkoló jelenleg közbeszereztetés alatt van, és igaziból nem a parkoló megépítetése jelenti itt a nehézséget, mint ahogy talán nem is a ház megépítetése jelentette a fő nehézséget, hanem ilyen adminisztratív utaknak és határidőknek a betartása, ami végül is késlelteti, az, hogy a határidő előtt át lehessen venni ezt a kajakházat. Azt azért még el kell mondanom, és ugye ezt mindig hangsúlyozom, hogy ez nem csak a kajakház, az új kajakház építéséről szól, és a csatlakozó kerékpárutak építéséről, hanem egy olyan komplex turisztikai termékkínálatnak a kidolgozásáról, amely azt gondolom, hogy valóban Tatát az ökoturizmus központjává fogja tenni. Tehát ez az ökoturisztikai központ valóban egy ökoturisztikai központ lesz a hozzácsatlakozó kerékpáros, vízi és bakancsos túraútvonalakkal együtt, amelyekhez térképek, ajándéktárgyak, reklám, marketing és minden földi jó társul. A Hodi Esse kajakosai már türelmetlenül várják a központ átadását, hiszen nekik nagy könnyebbséget jelent majd az edzések során az ökoturisztikai központ. A Hodi Sportegyesületnek igen jelentős a taglétszáma. Jelenleg 64-üknek van versenyengedélye, mellettük pedig kétszer ennyien járnak azok, akik még ismerkednek a sportággal, vagy még nem versenyeznek. Sokkal nagyobb lesz a helyünk, mint eddig volt, a tárlási lehetőségünk is sokkal nagyobb lesz, illetve olyan új, modern, korszerű öltözőket kapunk, ami szintén a mai kornak megfelelő. Úgyhogy már nagyon várjuk az átadást, mert ebbe a konténer feelingbe vagyunk már több mint fél éve. Az öltöző konténerünk nagyon kicsi, amiben a gyerekek öltöznek, több mint 100 gyereket kell naponta öltöztetnünk szó szerint, úgyhogy elég nagy a kavarodás a ruhák között. Tehát egyszerűen ezt a rövid időt most már át kell vészelnünk, és remélem, hogy én most már úgy számolom, hogy jövő hónap közepe felé mi be tudunk öltözni az alsó részbe, ugyanis azok már, az alsó részünk már teljesen kész lesz addigra.